gazdaság és vidékfejlesztési agrárnak szakos hallgató a Károly Róbert Főiskolán, és az IN2RURAL programban vettem részt, aminek a keretében egy esettanulmányt végeztem. Az esettanulmány keretében Zagybarékason ez egy észak-európai régióban, egy észak-alföldi régióban lévő elmaradott kistérség. Ott végeztem az esettanulmányt, mivel a helyi önkormányzat az iskolában lévő vegyes tüzelésű kazánt, automata vezérlésű, vaporgás tüzelésű kazánra szeretné cserélni. Ez meg is oldható, mivel a kistérség elmaradott, ezért Európai Uniós támogatások rendelkezésre állnak ennek a fejlesztésére. Továbbá az önkormányzat tulajdonában van egy nyárfa erdő, amiből a faforgács származhat a kazán tüzelésére. Hipotéziseket állítottam fel az esettanulmány során. A hipotéziseim pedig a következők voltak, hogy automata faforgács kazán az környezetbarát, a mezőgazdaságból visszamaradott anyagot használ fel, és ez egy fenntartható fejlődés, a kivitelezéshez pedig szakemberek szükségesek. Az esettanulmány végeztével a hipotéziseim mind helytálltak. Ezzel a beruházással munkahelyet teremtettünk, és az energiaköltségeket is lecsökkentettük. Továbbá a vidékfejlesztési célja is volt a programnak. Ennek a támogatásnak a célja továbbá a fenntartható növekedés és az erőforrások hatékony felhasználása volt. Környezetbarátabb és versenyképesebb gazdasági